A kérdés az, hogyha az ember képtelen megítélni azt, amit a felszínen lát, tehát még a teljesen nyilvánvalót is alig-alig tudjuk megítélni, hogyan tudnánk megítélni azt, ami a mélységben van? Hogyan tudnánk megítélni helyesen azt, ami a színfalak mögött van? Mert tudjuk ugye azt, hogy közhírré tétetett, hogy a pápa megáldotta a melegeket. Tehát a papok ugye nem olyan megáldotta, hanem hát ugye összeborult velük, teljesen nyilvános, ugye most már nincsen semmi titok, összeborult velük, bement 40 transzvesztita ugye hozzá vendégségben. És persze a kérdés az, hogy a pápa jogosan mondaná azt, hogy az Úristen megáldaná őket, mert ez igaz, emberek, ez igaz, de nem teljes igazság, mert az Úr Jézus megáldotta a parázna nőt. Amikor ő szembesült a bűneivel, hogy az ő bűnei őt a halál küszöbéhez vitték, a halál peremére vitték, és ezzel szembesült és megérezte a halál szagát, akkor Jézus megállította ugye az ítélet végrehajtókat, és azt mondta, hogy az dobja az első követ, aki bűntelen közülük. És ezt a nőt megáldotta, úgy áldotta meg, hogy senki nem vádol téged, menj el, és többé ne vétkezz. Tehát, hogyha a katolikus egyház fő úgy mond, úgy áldaná meg a melegeket, a homoszexuálisokat, a perverzeket, hogy te az Úristen téged is szeret, téged is meg akar menteni. Ez igaz. Ez szükséges az, hogy szembesülj azzal, hogy miben voltál mostanig. Menj el, és többé ne vétkezz. Maradj a keskeny úton, hogy a lelked megszabaduljon, teljesen szabaddá váljon. Ez a megáldás, emberek. Tehát, vagy ahogy János ugye a pusztában, bemerítő János, elküldte a két mutatókat, a farizeusokat, azt mondta, hogy menjetek el, és az a viperák fajzatai, azt mondja, menjetek el, és először teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt. Tehát mutassátok meg, hogy ti tényleg megutáltátok a régi életeteket, amiben voltatok. Hogy ti ragaszkodtok az élőhöz, ti ragaszkodtok az igazsághoz, az élő Isten törvényéhez, és utána majd gyertek hozzám bemerítkezni, ugye? És igen, ilyen értelemben, hogyha azok valóban visszamentek volna és ragaszkodtak volna ahhoz, hogy letegyék a régi életüket, és újjászülessenek, mint gyermekek, akkor igen, János megáldotta volna őket, hogy igen, bemerítelek, fájdalat a múltra, a víz elmosta jelképesen a ti bűneiteket, ti mostantól új emberek vagytok, talán méltók vagytok arra, hogy fogadjátok a dicsőség királyát, ugye az urat. Tehát ami történik a katolikus egyházban, elmondtam, hogy a katolikus egyház fők által, ugye a vezetők által, mi történhet az egyházban, hogyha a vezetők ilyen példát mutatnak, és minden szavukkal, minden gesztikulációjukkal, minden cselekedetükkel szembe mennek azzal, amit Krisztus mondott. Latinul arra, ami szembe megy a Krisztussal, ami ellentéte a Krisztusnak, azt mondja, hogy antikrisztus. A Krisztus ellentéte, a Krisztus ellenkezője. És borzalmas, drága emberek, hogy olyan sötétségben vagyunk, olyan sötétségben van a nemzet, és nem csak a nemzet, hanem ez a nemzedék, ez a nemzetség, ez a bűnös és paráz a nemzetség, hogy még azt is képtelen megítélni, ami a felszínen van. Tehát azok után, hogy a főnök, a főigazgató, a vezérigazgató ilyen fertelmességet művel, már teljesen nyilvánvaló vált, hogy teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az Antikrisztusnak a szolgája teljes mértékben elkötelezte magát az Antikrisztus szellemiségnek. És még így sem tudják az emberek megítélni. Nem, hogy nem tudják, mert ez sem teljesen pontos, hogy nem tudják megítélni. Nem is akarják megítélni. Miért nem akarják megítélni? Itt hangsúlyozom, hogy ez nem az, hogy nem ítélkez, hogy ne ítélkez. Itt nem arról van az, hogy ítélkezünk, hanem fontos az Isten lelk által megítéljük azt, hogy mi a helyes és mi nem helyes. A Krisztus lelk által meg tudjuk ítélni, hogy mi helyes és mi nem helyes, mert másképp mi is folyton folyvást belefolyunk a bűnbe, az istentelenségbe, és azt mondjuk egymásnak, hogy ne ítélkezz, ne ítélkezz. Én a bűnt így hajtom végre, így harcolok az élet ellen, te meg úgy, és nem ítélkezünk, hanem ezt úgy fogalmazzuk, hogy feltétel nélküli szeretet. Tehát hangsúlyozom, hogy óriási a különbség az, hogy
Aközött, hogy ítélkezni, vagy megítélni azt, hogy mi az Istennek a kedves akarata, amiben élet van, emberek. A kérdés az, hogyha nem tudja megítélni a mai ember, ez a nemzedék, a mai felnőtt, az én generációm nem tudja megítélni azt, ami a felszínen van, ami teljesen nyilvánvaló, és annyira nyilvánvaló, hogy már üvölt, hangosabban üvölt, mint én. Tehát üvölti a bűnt, mosolyogva, a feltétel nélkül szeretet nevében, sőt, annyira fertelmesek, hogy Isten és az Úr Jézus nevében üvöltik már a bűnt. Minden híradó, minden híradás arról szól, hogy a pápa áldását adja a homoszexuális párokra, és ők is lehetnek keresztanyukák, meg keresztapák, meg minden, teljesen mindegy, emberek. Miért? Azért, mert úgy igazából most nem is erről akarok beszélni, csak arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy a mai katolikus közösség még ezt sem látja. Tehát a fejétől bűzlik a hal, ugye, közhely. Mindenki hallotta, mindenki tudja, hogyha a fej ilyen, a fej ennyire el van torzulva, ennyire pervers, ennyire meg van rothadva a fej, akkor mi lehet a testtel? Aval a testtel, amiben ugye benne vannak a katolikus hívek, és az egész világ benne van, ugye? Mert a világ összes vallása alá van rendelve a Vatikánnak. Tehát hogyha a fej ilyen, emberek, akkor a test milyen lehet? Hát a test is ilyen. Ezért mondtam azt, hogy nem is akarják megítélni. Miért? Mert hogyha meg akarná ítélni azt, amit tesz az egyház fő, ami történik a sátáni katolikus egyházban, ami történik, akkor magát is meg kéne ítélje. Ő is kéne szembesülni azzal, hogy ő is bűnben van. Ő is az élet ellen harcol. Ő is az élet ellensége. Ő is Isten ellensége. Ő is Krisztus ellensége. Hogy lehetséges az, hogy itt van ugye állítólag a Krisztusnak a születésnapja, a karácsony, és ilyen súlyos tragédiák történnek, ilyen kemény figyelmeztetések világszinten, katasztrófák, emberek halnak meg, katasztrófák, hatalmas, hát ugye földcsuszamlások, meg árvizek, meg épületösszeomlások, meg gyilkosságok következtében, és mindez pontosan a szeretet ünnepén. Miért pont a szeretet ünnepén? Azért, mert ez nem a szeretet ünnepe, hanem ez mára a képmutatás ünnepe. A perverzió, a feltétel nélküli képmutatás, a feltétel nélküli perverzió, a feltétel nélküli istentelenség ünnepe, ami mostan van karácsonykor. És ezért vannak ilyen kemény jelzések, és hát azt kell mondjam, hogy én örvendek is annak, hogy Udvarhely úgy döntött, hogy akkor nem lesz cirkusz, nem lesz nagy ünnepség, nem lesz nagy koncertezés, nem lesz tűzijáték, nem lesz nagy színház, mert a tragédia miatt ezt lefújták. De kedves udvarhelyiek, kedves székelyek, miért volt szükség egy fiatal gyermeknek, embernek az életére ehhez? Ezt nem lehetett volna megcsinálni úgy, hogy józan belátással megismerjük az igazságot, ragaszkodunk az igazsághoz, az élő Isten törvényéhez. Nem tudtuk volna ezt így megcsinálni, hogy emberek, nincs itten szükség színházra, hogy addig, amíg képmutatók vagyunk, telve vagyunk bűnökkel, nincs értelme itten tűzijátékozzunk, meg énekeljünk, hogy minden rendben, eljött ugye a télapó, meg minden, hanem hagyjuk abba a képmutatást, menjünk be a belső szobába, a karácsonykor is, és teremjünk megtéréshez illő gyümölcsöt, szembesüljünk az elcseszett életünkkel, a képmutatásunkkal, a bűneinkkel, a titkos bűneinkkel, a megkötözöttségeinkkel, az alkoholizmussal, a mindenféle bűnnel, ami bennünk van, és titkon, ugye, hát tudjuk jól, hogy aki elmegy a templomba, az ugye a felszínen mindenki nagyon szép, nagyon kedves, szépen öltözik, és így tovább, ugye, tehát senki nem gondolná, hogy a háttérben, és ugye belül a szívben súlyos megkötözöttségek vannak. Ezért mondtam ugye a minap, hogy az emberek elmennek a templomba, sőt, elmennek a gyóntató székbe is, és megsétáltatják a bűneiket, mint a gazda a kutyáját, ugye itt a városon. Elviszik sétálni, megszaratják, aztán majd hazamegy. Na, ez történik ugye a katolikus egyházban. Az emberek megsétáltatják a bűneiket, elviszik a gyóntatószékbe, de onnit aztán ki is hozzák és hazaviszik. Ugyanazt a bűnt, mert nincsen valódi szabadulás. Mert a valódi szabaduláshoz kéne a megtérés, emberek. Az igazi szembesülés és megtérés a bűnökből. És kéne Istennek az ereje, kéne az őszinte szív, a bűnbánó szív, de ez nincsen Gyergyóban, nincsen Székelyföldön, és ezért kell tragédia történjen. Térjünk vissza a témára. Tehát, hogyha a katolikus világvallás, a katolikus világ közösség nem tudja megítélni, mert nem is akarja megítélni, hogy mi történik
a felszínen, a fejben mi történik, hogy hogyan rothad a fej, hogyha ezt nem akarja megítélni, hogyan tudnám megítélni azt, ami a felszín mögött van, a felszín alatt van. És akkor most arról szeretnék szólni, hogy mi a csapda még ebben is, hogy a pápa ugye most azt hirdette, hogy a papok megállhatják a homoszexuális azonos nemű párokat és ilyenek. Mi a csapda ebben? A csapdát Isten nyilvánvalóvá tette számomra. Két jelzést is kaptam, hogy erről fontos beszéljek. Nagyon fontos erről beszélni, nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki ezt értheti, hogy valaki, hát többen is küldték nekem azt, hogy mi az új hír, hogy a pápa ugye megáldotta a homoszexuálisokat, és hogy ugye ez az új hír is. És tudjuk jó, hogy azért nagyon sok ember, nagyon sok főképp ugye a protestáns kereszténységben, mondjam azt az evangélikus mozgalmakban, nagyon sokan lázadoznak az ellen, amit a pápa csinált. És igen, történhetnek még zavargások is, meg tüntetések. A katolikus egyház is meg van oszolva állítólag a pápa között is, van egy bíboros között, vagy püspök, vagy érsek között, ugye, aki a jó pápa, ugye a jó, vagyis a jó vallási vezetőnek titulálja, ugye az a része a katolikus egyháznak, akik hozzá ragaszkodnak inkább. Tehát ez is ugye megosztást szült. Ez a hír, miszerint a pápa megáldja a perverziót, megáldja a szodomai lelkületet, ez ugye megosztást szül. És az emberek ugye közözgetik egymásnak a híreket, hogy te képzeld a pápa, mit csinált. És nem veszik észre, legtöbben, akik továbbítják a híreket, nem veszik észre, hogy még azt is, hogy ilyen fertelmességet követel a katolikus egyházfő, még ezt is milyen alatomos módon tudja használni az ego. Az ego, az agyadban lévő ördög, hogy milyen durván tudja használni a megtévesztő arra, hogy megtévessze az embereket. Mert amikor a legtöbb ember tovább küldi azt a hírt, hogy a pápa megáldotta a homoszexuálisokat, akkor az ember egy ilyen leplezett, rejtett kevésségbe kerül. Bekerülsz a kevésség bűnébe, hogy ja, ez a mocsok pápa, ez az antikrisztus, meg igenis ez igaz is ráadásul, ebben van igazság, csak nem vesszük észre azt, ahogy elmondta a kedves utitársam is, Haszon Ákos, a YouTube-on a videó címe az, hogy az érem két oldala, hallgass meg azt a videót, hallgass meg, megkérek szépen azt a felvételt. Az érem két oldala. Nagyon szépen elmondta, hogy mi történik ilyenkor. Az történik, hogy amikor én elküldöm a barátomnak, a kománnak elküldöm, hogy a pápa mit csinált, én nem csak kijelentem azt, hogy a pápa ugye hazugságban van az antikrisztusnak az embere, hanem én leplezetten, titkon, én magamat felemelem. Hogyha én beszélhetek arról, hogy a pápának milyen súlyos bűnei vannak, és az egyháznak milyen súlyos bűnei vannak, hát akkor az én bűnöm ahhoz képest, hát az már szóra sem érdemes. Így van, emberek. Legyünk őszinték. Hogyha én elmondhatom azt, hogy a pápa mennyire pervers, mennyire fertelmes, mennyire szembe megy az élő Istennel, hát akkor ugye ez egy annyira kemény téma, annyira fontos téma, hogy nekem már nem is kell szembesülnöm a bűneimmel, nem kell szembesülnöm a megkötözöttségeimmel, a bennem lévő perverzióval, a szívemben lévő, a lelkemben lévő torzulásokkal. És így válik csapdává még ez is a sátán kezében. Mert nagyon sok protestáns, vagy mondjam azt evangélikus, vagy bibliai, mit tudom én, keresztény egyesület, meg szervezet, meg közösség, ugye, most talán lázadozik és tüntet, hogy a pápa mit csinált. Pedig elmondhattam tegnap azt, hogy most mi történik? Azt történik, hogy a mindenható Isten megerősíti a katolikus egyházat. Jézus szava szerint, hogy akkor, hogyha valaki mostanig fertelmes volt, akkor mostantól ilyen teljesen fertelmes. A pápa vállalja fel, hogy mi van az ő szívében, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá az, hogy miről szól a katolikus egyház, ugye? Ez meg kell történjen. Tehát nincs értelme tüntetni, emberek. Ez, ami mostan történik, ez nem azért történik, hogy mi tüntessünk, hanem azért történik, hogy akik benne vannak ebben a szervezetben, szembesüljenek azzal, hogy ők milyen szervezetet, milyen bűn szervezetet támogatnak az ő jelenlétükkel, az ő életükkel, az ő pénzükkel, az ő életenergiájukkal.
ezért kell ez megtörténjen. Tehát ez Isten szerint van, hogy ez történjen meg. Persze teljesen rendben van, hogyha valaki erre elhívást kap, hogy felhívja a figyelmet, és ezt az élőisten szava szerint elemezze, és megmutassa az embertársának, hogy mi történik. Tehát, hogyha valaki erre kap elhívást, tegyen meg azt a lépést. Csak ügyeljetek, hogy nehogy én úgy beszéljek a pápáról, vagy a pápai hatalomról, vagy a katolikus egyháznak a bűneiről, hogy én ezt arra használom, hogy az én bűneimet szépen eltakarjam, leplezzem, és elássam szépen jó mélyre a felszín alá. És nagyon kemény szavakat használt Ákos, és megmondom őszintén, örvendek, hogy kezdik vállalni, egyre többen kezdik vállalni azt, hogy nevén nevezik a dolgokat, és nem óvatoskodunk a szavakkal. Amikor már teljesen megtisztultunk, és már bűntelenekké váltunk, na akkor attól arrafele úgy érzem, hogy már érdemes odafigyelni a szavakra is, hogy akkor szebben fogalmazzunk, nehogy becsúszom valamilyen trágár szó a mi beszédünkben, mert a szívünk már ugye meg van tisztulva teljes mértékben, a mi életünk rendben van, és akkor már nem illendő, hogy mi ugye akár trágár szavakat is használjunk. Tehát, ahogy mondta Jézus, először tisztítsátok meg az edénynek a belsejét, és hogyha az edénynek a belseje a tiszta, akkor majd a külseje is tiszta lesz, és ne fordítva. Tehát mi történik ezzel az egész propaganda, mert ez propaganda is. Ők tudják, hogy mi a reakciója a protestánsoknak, az evangélikusoknak, a keresztényeknek, a magukat különbeknek, gondolóknak, mi a véleményük erről. Ők ezzel számoltak, őket nem érdekli, hogy te mit fogsz gondolni a pápa. Ők magasról leszarják, hogy te mit fogsz gondolni a pápai hatalomról. Őket az nem érdekli egyáltalán. A legnagyobb problémájuk is kisebb annál, hogy azzal foglalkoznak, hogy mi a te véleményed a pápai hatalomról, meg a pápai rendeletekről. Viszont arra kiválóan alkalmas egy ilyen propaganda, mert ez nem csupán egy hír, hanem hát mondjam azt, hogy polgárpukkasztás is. Ugye az emberek ugye pukkadnak meg a dühükben, ugye mindenki ítélkezik, és közben senki nem veszi észre, hogy neki az életében, a saját életében, az a saját lelkében milyen súlyos bűnök és súlyos fertelmességek vannak. És hát nem tudom pontosan idézni, hogy fogalmazta Ákos, valami olyasmi, hogy amikor én lenézem tök fel a homoszexuálisokat azért, hogy ők homoszexuálisok, ugye erről korábban beszéltünk, hogy a homoszexualitás miből indul ki, az önimádatból, az önszeretetből, ugye. Tehát homo, ugye homogén, azt jelenti, hogy azonos. Tehát én azt szeretem, ami azonos velem, azonos ugye az én földi létemmel, az én földi imidzsemmel. És ugye ezért történik az ugye, hogy az emberek az azonos neműek, tehát homogén azonos neműekre gerjednek, ugye. Tehát az istentelenségben ez megtörténik. De most akkor legyünk őszintén, nagyon kellemetlen és nagyon kényelmetlen kérdés, amikor te maszturbálsz, amikor a feleséged nem tudja, vagy éppen a feleséged gyermeket vár, tele vagy tesztoszteronnal, és hát felesteled, de muszáj megcsináld, mert nem bírsz magaddal, mert amúgy sincsen más örömöt, ugye magadnak örömöt okozol. Tehát a veled azonos nemű embert elégíted ki, aki éppen te vagy. Hát akkor miben különbözik emberek az önkielégítés a homoszexualitás, vagy a homoszexualitás az önkielégítéstől? Mind a kettő ugyanaz. Mind a kettő önszeretett emberek, mind a kettő az önimádatból fejlődik ki. Erről beszéltem, kielemeztem egy vagy két órán keresztül, hogy hogyan történik a homoszexualitás. Amit persze később megmagyaráznak, hogy hát ez valójában a szegényke így született, ez teljesen rendben van, nem emberek, ne. Ez a torzulás, a szülők, az eltorzult a bűnös szülő, bűnös apuka meg anyukának, az eltorzult lelkének a kivetülése, ugye, hogy a gyermekében azt látja, hogy ő az azonos neműekhez, a vele azonosokhoz vonzódik. Tehát nem veszük észre azt, hogy ugyanakkor a bűnben vagyunk mi is, akik ítélkezünk, akik ítélkeznek, és akik úgy gondolják, hogy nekik jogukban áll megítélni ezt a rendszert, és erről diskurálni, hogy a pápa milyen bűnös, miközben ők is ugyanúgy meg vannak kötözve ugyanazokkal a bűnökkel, amit ő megáldott. Hát úgy igazából, hogyha valaki, ugye, ahogy mondta Ákos, hogyha valaki meg van kötözve az önkielégítéssel például, hát akkor annak örvendenie kéne, mert a pápa őt is megáldotta, hát ő áldását adta az önszeretetre.
Mert mi az ellentéte az ön szeretetnek? Hát a szeretet, amit a Krisztus bemutatott, ugye, amit Isten bemutatott Jézus személyében, amíg a Földön volt. Ő nem kellett magát szeresse, nem kellett magát simogassa, és nem hirdette az ön szeretetet. Miért? Azért, mert ő szeretve volt. Ő azért nem kellett szeresse, ő mint ember, mint ugye a bűntestében lévő ember, ő azért nem kellett szeresse magát, mert őt a mindenható Isten szerette. És hogyha valakit a mindenható Isten szeret, és az ember érzi azt, akkor azt mondja, hogy hát jó hülye lennék, hogy én magamat szeretgessem, akkor, amikor én úgy sem tudom magamat úgy szeretni, ahogy a mindenható Isten szeret. Így van-e? Tiszta, egyszerű logikai észérvek alapján le lehet buktatni ezt az egész perverziót, ezt az egész torzulást, ezt a devianciát, ami az embernek az agyában és a szívében végbe megy. Tehát Isten ugye testé lett Jézus szemével, hogy megmutassa, hogy mi az igazi élet, mi az igazi öröm, mi az igazi szeretet, hogy miért nincsen szükség arra, hogy én saját magamat szeretgessem. Azért, mert azt mondja az Úristen, hogy te, Attila, szeretlek. Atyám, ezt hogy érted? Hát ezt úgy értem, hogy mindenem a tied. Amit el tudsz képzelni minden, és amit nem tudsz elképzelni, még az is a tied. Így szeretlek én téged, ugye? Tehát öröklöd az egész országot, az én teljes dicsőségemet. Öröklöd, örökségül adom neked. Így szeret engemet az atya. Akkor én nem kell simogassam a nemi szervemet, hogy legyek boldog, mert engemet az Úristen szeret. Nekem megad mindent, a fiam, a gyermeke vagyok, megad nekem mindent. Az én dolgom az, hogy az örömöm teljes legyen. Az atyának a szerelme bennem, hogy teljes legyen, az én dolgom az, hogy én ezt tovább adjam, megosszam embertársaimmal, kiárasszam magamból. És így válik teljessé az Istennek a szeretete, az ő szerelme, az ő rajongása a gyermekben, a gyermek által. Na ez a Krisztus, és igen, amit bemutat a pápai hatalom, az maga az Antikrisztus, és amit támogat minden gyergyói polgár, minden udvarhelyszéki, csíkszeredai székely polgár, magyar polgár, amit támogat, az maga az Antikrisztusnak a hatalma, az Antikrisztusnak a szeretete. És mi vált nyilvánvalóvá ebben a történetben? Az, hogy az Antikrisztus megáldotta, áldását adta a saját elképzelésére, a saját teremtésére, az önimádatra. Ugye, mert az önimádatnak a megtestesülése, csúcsosodása az nem más, mint a homoszexualitás, ugye? Amikor az ember az azonos neműekhez vonzódik, ugye? Felraktam azt a videót a YouTube-ra, a Facebook-ra, nem is tudom, kb. Egy olyan fél éve, vagy néhány hónapja, ahol ugye láthatjuk, hogy hogyan történik az önimádat, az önszeretetnek, az önimádatnak, az önmegvalósításnak, az önfejlesztésnek a teljes megnyilvánulása, ugye, hogy az ember, amikor már annyira szereti magát, hogy már fetreng az önimádatban, ugye, de ez valósul meg a perverzióban, a devianciában, amit a pápa is hirdet. Tehát emberek, teljesen egyértelmű. Tehát aki, ezért mondtam azt, hogy meneküljetek ki a katolikus egyházból, de nem csak abból, hanem a hivatalos keresztény felekezetekből. Meneküljetek, gyorsan fussatok ki, amíg nem késő, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból. Ezt nem én mondom, hanem az Úr Jézus mondta Jánosnak. És ez mostan aktuális, és ezért eleveníti meg ezeket a szavakat az Úr Jézus az ő gyermekeinek a szívében, hogy erről beszéltek, hogy fussatok ki belőle én népem, mert az ő bűnei az égig hatottak, és a mindenható Isten megemlékezik az ő bűneikről, és le fogja rombolni a rendszereket, a templomaikat is. Akik bent maradnak, el fognak veszni, kapni fognak az ő csapásaiból, mert az, amit a pápa csinál, az ítélet alatt van. És mindenki, aki támogatja azt, azok után is, hogy kapott meg annyi figyelmeztetést Isten gyermekei által, hogy ez valójában a sátánnak a hatalma, hogy a sátán teljes mértékben átvette az irányítást az elbukott kereszténység fölött, a katolikus vallás fölött. És aki azt támogatja, magát az Antikrisztus támogatja, aki ugye, akinek az igéje, akinek a logosza, az, hogy szeresd önmagadat. Erről szól az ezotéria, New Age, jóga, reiki, ezek a új vallások,
mind erről szólnak, és végül nyilvánvalóvá vált, hogy ez a szellemiség teljesen átitatta a Vatikánt, ugye a katolikus egyházat, most már a pápa is erről beszél, és megáldotta a saját teremtését, tehát ugyanazt csinálta, amit Isten csinált, tehát leutánozta Istent, mert Isten azt mondta, hogy megteremtette a növényvilágot, látta, hogy jó, megáldotta azt. Megteremtette az eget, a földet, ugye az embereket, látta, jó, megáldotta azt, tökéletes. Mit csinált a pápa? Megteremtette a torzulást, a hazug szeretetet, az önimádatot, és megáldotta azt, és aki nem menekül ki, még ezek után is támogatja a sátának az egyházát, a Vatikán központú egyházat, ugye a katolikus római, ugye császári egyházat, aki támogatja a sátánt, az antikrisztust magát támogatja, az ő életével, az ő életerejével, az ő pénzével, az ő életenergiájával. Ennek mindenkinek tudnia kell. És aki ezt tudja, és felfogta, és megérti, hirdesse, figyelmeztesse az embereket. Nem azért, hogy lenézzük a katolikusokat, hanem azért, hogy a katolikusok, akik ezt megérthetik és meghallják, meneküljenek meg, meneküljenek ki onnét, hogy ne kapjanak az ő csapásaiból. Tehát térjünk vissza ahhoz, hogy ugye az emberek lázadoznak, és azt gondolják, hogy a pápa milyen nagy baklövés követett el, és akkor most ezen lehet ugye tanakodni és beszélgetni, hát komám, te mit szólsz ahhoz, hogy a pápa ezt tette? Hát ez fertelmes, meg minden. De miközben az ember azt mondja, hogy ez fertelmes, ő észre veszi, magát ő már felemelte. Jaj, hát én maximum csak hetente kétszer-háromszor nézek pornót, tehát hozzám képest a pápa, hát az bűnös ember, az én bűnöm szóra sem érdemes ember, ügye ember, az agyad, a szürke kígyó a fejedben játszmázik feled, és el fogsz veszni a lelked a tét, ember. A lelked a tét. A lelked a tét. És igen, mondhatjuk azt, hogy ez a propaganda is, mert ez egyfajta propaganda, polgárpukkasztás, hírelhárítás, emberek. Úgy hívják, hogy hírelhárítás. Ezt úgy hívják, ugye, hogy ilyen komplexebb, hogy mondjam, kifejezésekkel, hogy pszichológiai hadviselés, pszichológiai hadművelet, emberek. Így történik a pszichológiai hadviselés, a pszichológiai hadművelet, hogy az embernek a figyelmét ilyen polgárpukkasztó hírekkel, hogy a pápa megáldotta a buzikat, megáldotta a disznókat, megáldott mindenkit, ott, aki kérte mindenkit, megáldott ő. Nem tudom, mivel áldott, hát mivel áldott meg beteg, pervez állat, egy beteg, súlyosan sérült ember, lelkileg és testileg súlyosan sérült ember, hát akkor mi az ő áldása? Hát nem a betegség! Nem a betegség, nem a torzulás! Nem a lelki eltorzultság, hát azt teszi rád, hogyha a pápa megáll téged, rád teszi azt, ami ő benne van. Érthető? Hát ez jelenti a pápának az áldása, hogy azt, ami ő, aki ő, átteszi az egyház híveire, akik őt szent atyának nevezik, a mindenható Isten helyett nevezik őt szent atyának. De hangsúlyozom, ügyeljetek, ügyeljetek! Én ezt nem azért mondom, mert én szent ember vagyok, és nekem, én most akkor ítélkezhetek, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy itt ebben a dologban ugye nyilvánvalóvá vált, hogy miről szólt az a bűnszervezet, az a terrorszervezet, ami az embereket, az emberiséget évszázadokon keresztül sötétségben tartotta. Most teljesen nyilvánvalóvá válik. Ez is kegyelem Istentől. De nem azért, hogy ítélkezzünk, hanem azért, hogy kimeneküljünk, és mi is menjünk be a belső szobába, és merjünk szembesülni azzal, hogy bennünk milyen torzulások vannak, bennünk milyen perverzió van, hogyha mi nem voltunk képesek meglátni 50-60-80 éven keresztül az, hogy miben voltunk, mit támogattunk. Mert hogyha mostanig támogattad, a gyermekeid első áldozók voltak, a gyermekeid birmálkoznak, a gyermekeik teljes mértékben benne vannak ebben a rendszerben, hát akkor te miért ítélkezel a pápán? Neked van-e jogod ítélkezni a pápán? Miért nem ítélkezel saját magadon, hogy te ezt hogy nem láttad mostanig? És hogyha megláttad, akkor miért nem beszélsz arról, hogy emberek, én ezt mostanig nem láttam, én egy sátáni hatalmat támogattam, én vagyok a főbűnös, én, Bodó Attila, én vagyok a főbűnös, hogy ezt én is támogattam. Azáltal ragaszkodtam az önimádatomhoz, ugye az antikrisztusnak az alapja, az önimádat, azáltal én is katolikus voltam, hogyha buddhista voltam, akkor is katolikus voltam, mert az önimádat miben, hol csúcsosodik ki ezekben az időkben? A Vatikánban, a császári hatalomban, ugye a római katolikus egyházban, bűnszervezetben.
Úgyhogy azt mondom, hogy még mielőtt azzal foglalkozna bárki is, hogy a pápa mit csinált, mit nem csinált, ügyeljetek, mert ez is hírelhárítás. Hírelhárítás, pszichológiai hadviselet, pszichológiai hadművelet, aminek a lényege az, hogy eltereljék a figyelmedet arról, hogy neked mi a dolgod, hogy neked mivel kéne szembesülnöd, te miből kéne megtisztuljál. Na ez a hírelhárítás. Tehát még az is, hogy a pápát úgymond elítéljük, és azon sör mellett, meg mit tudom én, egy kaja mellett, egy karácsonyi nagy csinadatta mellett ugye elbeszélgetjük, hogy a pápa mit csinált. Tehát még ez is egy nagyon kemény hírelhárítás, ami téged benne tart a börtönben, a bűneid börtönében. Mert te azt hiszed, hogy a pápa most már annyira pervez, hogy hozzá képest te mindenképpen szent vagy. Ügyeljen be, mert azt mondta Jézus, hogy aki a törvények közül egyet is megront, az összesnek a megrontásában vétkes. Tehát, hogyha a színpad és a nézőtér között van 100 fekete függöny egymás mögött, 100 darab fekete függöny egymás mögött, hogyha 99-et felemelnek, de egyiket lent hagyják, egyiket nem húzzák el, ugyanúgy nem fogod látni a színpadot. Ami azt jelenti, hogyha egy bűn is van benned, ami leplezett, el van takarva, például azáltal, hogy te azzal, hogy elfoglal vagy a pápa, milyen bűnöket követ el, akkor te ugyanúgy nem fogod meglátni a mennyek országát, mint a pápa. Érthető emberek, hogy mi az egészben a csapda, mi a propaganda az egészben, hogy a pápai hatalom még ezt is, ezt a hírt is, ezt a szenzációt is hogyan használja arra, hogy megkötözzön téged. Mert ugye egyesek nem, tehát egyszerűen nem látja, nem tűnik fel, azt sem tudják megítélni, ami a felszínen van, ami teljesen nyilvánvaló. Tehát valaki annyira vak, ugye annyira vakon követi ezt a katolikus rendszert, hogy még azt sem ítéli meg, ami teljesen nyilvánvaló. Viszont akik megítélnék, és tudják azt, hogy ez már tényleg egy brutális torzulás, ők is csapdába kerülnek, mert beesnek a leplezett kevésség csapdájába, a leplezett felsőbbrendűség érzés csapdájába. Jó, hát én a pápához képest, hát azért én mégsem vagyok olyan, mint a pápa, nem mindegy ember, ugyanoda fogsz kerülni, ahol a pápa. Egy bűnnel, vagy kettő bűnnel, teljesen mindegy. Tehát az, hogy Jézus, aki nem születik újjá, víztől, lélektől, az ő szava által, Istennek az ereje által mindenki ugyanoda fog kerülni, mint a pápa. Hogyha netán az Úristen megadja neki ezt a kegyelmet, hogy ő meglássa, hogy miben vett részt mostani, tegyük fel, történik egy olyan az ő halál előtt, mit tudom én, 2 nappal, hogy ő meglátja, hogy ő milyen fertelmességben vett részt mostanig is, és rosszul lesz tőle, megutálja magát, és térdre esik az Úr Jézus előtt, mert lehet, hogy nem is látja, hogy miben vett részt. De lehet, hogy 2 nappal a halál előtt meg fogja látni, és a pápa meg fog menekülni, de a képmutató ember nem fog megmenekülni, aki azt hiszi, hogy itt a legfőbb probléma a világon a pápai hatalommal van, nem. A legfőbb probléma nem a pápai hatalommal van, hanem avval a hatalommal, ami a te szívedet leuralta, ami az agyadban van, avval a képmutató hatalommal van a legnagyobb probléma a világban. Ügyeljetek, emberek! Tehát ez van ugye a homoszexuálisok megáldása mögött, a propaganda mögött. Ugye, oszd meg és uralkodj, oszd meg és uralkodj. Ebből él a világ, a sátának a világa mindig is ebből élt, hogy megosztotta az embereket és uralta. Ahogy Ákos mondta, hogy ez az ennek a két oldala. Tehát, hogyha egyik utálja a pápát, másik meg szereti a pápát. Tök mindegy, emberek. Hogyha neked nincsen jobb dolgod, mint a pápát utálni, óriási bajban vagy. Óriási bajban vagy. Ha valaki a pápát imádja, ő szereti Isten helyett, ő is óriási. Tehát teljesen mindegy, az ennek a két oldala. Tehát nem az a kérdés, hogy utálom-e a pápát, vagy nem utálom a pápát, hanem az, hogy még mindig, hogy megismertem az igazságot, az élő Istennek a szavát, az ő kijelentését, és újjá vagyok-e születve az ő szava által? Új teremtés vagyok-e? Van-e nekem személyes kapcsolatom az élő Istennel? Hogyha nincs, akkor teljesen mindegy, hogy én utálom-e a pápát, vagy nem utálom a pápát. Tök mindegy, ember, tök mindegy. Igen, az Antikrisztusnak a csele az, hogy oszd meg és uralkodj. És tudjuk jól, hogy megosztás van a világban. Kell, hogy legyen megosztás a világban. De ezt a megosztást az Úristen jelölte ki. Jézus által azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak el a földre, hanem hogy fegyvert, hogy az embernek ellensége lesz a saját házanébe. Ezt mondja Jézus. Igen, de ez a megosztás
az igazság mentén történik. Kecskék balra, bárányok jobbra. A búza jobbra, a konkoly balra. A konkoly a tűzbe, a búza pedig a csűrbe. Ugye? Ez a megosztás. És akkor mit csinál a sátán? A pápa által, meg a sport által, meg a Real Madrid, meg a Barcelona által, meg a jégkorong mérkőzések által, meg minden által. Megosztja az embereket. Jól figyelj! Erről többször beszéltem már korábban, de most ugye azt mutatja mindenható Isten, aktuális, most erről fontos beszélni. Tehát a sátán megosztja az embereket, még mielőtt elérkeznének a valódi megosztás pontjához, az igazsághoz, a kereszthez, a Krisztushoz. Megosztja a világot. Na ez történik mostan a pápa által is. Tehát Isten megerősíti a pápának hatalmát, akkor már vállalt fel, hogyha már fertelmes vagy, hogyha már perverz vagy, Júdás, ha mindenképpen áruló akarsz lenni, akkor menj és vállalt fel, menj és csináld. Na ezt kapta a pápa, a pápai hatalom, hogy ezt csinálja. És igen, megosztotta a világot, és miközben az ember arról beszél, hogy mi történik a Vatikánban, nem veszi észre azt, hogy mi történik a saját szívében, hogy milyen mélységekben vannak elásva az ő bűnei, az ő régi-régi bűnei, az ő féltve őrzött bűnei. Lehet, hogy 50, 60, 70 éves bűnök, de ott vannak lent, el vannak ásva. És ugye hát a sok év, ugye elfelejtettük meg, utána meg házasság, meg betegség, meg békülés, meg minden, de a bűn az továbbra is a lelkedben van, ember. Addig, amíg te nem szembesültél a bűneiddel, az továbbra is a lelkedben van, rá van tapadva a lelkedre, és megkötöz téged. Na ezt, aki megérti, az ember szabad. Az ember megkapta az esélyt arra, hogy szabad lélekké váljon. Szerintem senki nem fogja azt gondolni, hogy én a pápa pártjára álltam, tehát nem hiszem, hogy ezt kinek bizonyogassam, hogy én kinek a pártján vagyok, csak én próbáltam fejni a figyelmet arra, hogy még ez is mekkora csapda lehet azok számára, akik mert ez az ego, ez a benned lévő ego, az Istentől eltávolodott Ádámi maga a kígyó, hogy ő felhasznál mindent arra, hogy a saját jóságát, a saját erkölcsiségét igazolja, hogy jaj, ne a pápa milyen pervers, jaj, én milyen ügyes vagyok, ahhoz képest van nekem egy szép családom, feleségem, 6 gyermekem, és abban a helyben az ember felemelte magát Istenhez, ugye egészen fel a magasságba, és észre sem veszi, hogy milyen mennyire meg van kötözve, titkon milyen bűnökkel meg van megkötözve. Figyeljetek arra, hogy a világban kemény megosztások történnek, megosztottság történik. Igen, még ilyen értelemben ugye a Covid, a vakcinázás is megosztottságot jelentett, és emlékeztek, azt is elmondtuk, hogy noha, a vakcina nem Istentől van, elmondtuk, hogy méreg. De mégis Isten megmutatta azt, hogy akik az oltottak között is voltak neki gyermekei, akiket ő meg is mentett. Tehát nem azzal fog az Úristen téged számon kérni, hogy te oltattál vagy nem oltattál, hogyha meghalsz mai nap folyamán, hanem hogy mit hozottál a szívedben. Azzal leszel számon kérve. Miért? Azért, mert 2000 évvel ezelőtt nem volt vakcina, nem volt vakcinázás, és mégis az emberek tömegesével mentek a pokolba. Pontosan, mint most. Tehát igen, a vakcina az nem Istentől van. Teljesen biztos. Ezt kijelentettük. Elmondtuk azt, hogy méreg. Figyelmeztettük az embertársainkat azt, hogy méreg. Az, hogy az ember a vakcinát felvette, azt jelentette, hogy ő nem értesült az örömhírről. Nem volt neki információ, nem volt neki kijelentése a mindenható Istentől, ugye? És ezért belement a vakcinázásba. És ez a hibás döntés őt vádolta. De volt, aki ebből pont ezáltal felébredt. Szembesült az ő tévedésével. Istenhez fordult. Isten megmentette őt, meggyógyította őt, még a vakcina mellékhatásaiból is, nem beszélve arról, hogy a lelkét megszabadította. Tehát nem úgy lesz az emberiség számon kérve, hogy ki oltatott, ki ne, hanem úgy leszünk számon kérve, hogy mit hordoztunk a szívünkbe, avval a kegyelemmel, amit kaptunk tőle, avval a hírrel, miszerint van újjászületés, hogy Isten minket újjáformálja, kérjük tőle, mi mit kezdtünk. Elmentünk mellette, mert ugye sokkal könnyebb, sokkal lazább arról beszélgetni, hogy a pápa milyen pervers, mint hogy elgondolkozok azon, hogy ha már Jézus azt mondta, hogy van újjászületés, akkor az vajon velem megtörtént-e? Vagy én egyáltalán azt kértem-e a mindenható Istentől, hogy velem is történjen meg, hogyha van olyan, hogy az élő Isten tanítja az ő gyermekeit, személyesen beszél hozzuk.
akkor ez velem is történjen meg. Jaj, inkább beszéljünk a pápáról, inkább beszéljünk a pápai hatalomról, hogy a pápa megáldotta a buzikat. Mit számít az neked, ember? Ha ma este meghalsz, ha holnap reggel nem fogsz fel, ha álmodban meghalsz, a bűneidben halsz meg, mit számít az neked, hogy a pápa buzi volt, vagy megáldotta a buzikat, vagy nem áldotta meg? Nem teljesen mindegy, emberek. És éppen így ezért mondja Jézus, hogy ügyeljetek, mert sokan megelőznek, ugye, a bűnösök és a paráznák megelőznek titeket a mennyek országába. Igen, lesznek olyan homoszexuális emberek, sebzett szívű, sebzett lelkű emberek, akik talán homoszexuálisok voltak, egész életükben tévelyektek, és keresték az örömöt, a boldogságot, és nem találták, és összetörtek. És lehet, hogy végül, amikor meg vannak törve, Isten megmenti. De a vallásos képmutatókkal nem fogja tudni megmenteni, mert ők azt hitték, hogy ők szentek. Mert ők látják azt, olvasták a híreket, hogy a pápa megáldotta a homoszexuálisokat. Ügyeltek, emberek, óriási csapda, óriási csapda. Mert hogyha az ember nem akar megtisztulni, nem akar élni a lehetőséggel, hogy ő gyermekké váljon Isten előtt, Isten szemében, akkor rengeteg ilyen lehetőség van. Gyertek, beszéljünk a pápáról. Állítólag a pápa volt neki egy szeretője is, állítólag neki is vannak ilyen ferde hajlamai, állítólag Argentinában született, de Brazíliában nőtt fel. Gyertek, beszéljünk erről. Addig, amíg a bűneinkben meghalunk, emberek. Gyertek, beszéljünk erről. Ugye? Ügyeljetek, mondom, hogy csapda, 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 hírelhárítás. Ez a sátának az eszköze, hírelhárítás. Öröm hírelhárítás. Elhárítja az örömhírt, hogy nehogy az örömhírnek az ereje megérintsen téged, megérintse az elmédet, a szívedet, hogy fel tudjál támadni a saját bűneidből, nem a pápa bűneiből, a saját bűneidből tudjál feltámadni. Ezért veszélyes, ugye, a hírelhárítás. Amikor az ember azt mondja, én fideszes vagyok, az másik meg lipcsi, vagy komcsi, vagy mit tudom én mi. Nem mindegy, emberek. Vannak fideszes, tehát teljes meggyőződésem, hogy már a pokolban már eddig is nagyon sok fideszes ember van, jobboldali, és nagyon sok lipcsi van, kommunista van a pokolban, úgyhogy ott majd csak ki kell béküljenek, vagy pedig az örökké valóságig ugye eszik egymást, ugye? Tehát teljesen mindegy, emberek. Barcelona, Real Madrid, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. És mindenki azt gondolja itt a földön, a lipcsi is azt gondolja, hogy jó oldalon van, és a fideszes is azt gondolja, hogy jó oldalon van. A katolikus is azt hiszi, hogy jó oldalon van, a protestáns is azt hiszi, hogy jó oldalon van, mert ő nem katolikus. A katolikus azért, mert ő azt mondja, hogy hát a katolikus vallás az már 2000 éve létezik, biztos igaz kell legyen, ő azt hiszi, hogy jó oldalon van. A protestáns azt mondja, nem, katolikus vallás, azért szobrok vannak, Mária, meg minden, ők nincsenek jól, én vagyok a jó oldalon. De közben mind a kettő meg van tévesztve. Mind a kettő vakokat követ. Egyik sincs újjászületve. Nem kapta meg az újjászületés ajándékát. Nem is kereste, nem is kérte. Hiába hallotta, hogy van újjászületés, van a bűnöktől való végérvényes szabadulás, ahogy mondja Jézus, hogy olyan messzire hajtom a bűneit, mint amilyen messze van kelet-nyugattól. Na ehhez mit szólsz? Hogyha ez valakivel nem történik meg, akkor teljesen mindegy, hogy ő mit gondol a kormányról, Orbán Viktorról, vagy a pápáról. Teljesen mindegy, emberek. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Ügyeljetek, ez mind csapda. Hírelhárítás. Ez még mindig a sátának az eszköze. És ott van az agyunkban, ott dolgozik az agyunkban. És erről ugye már amúgy sokszor beszéltem, hogy sokan ki vannak bukva az egyház, hogy az egyház mit csinál, hogy miket csinált az egyház. De úgy vannak kibukva, hogy egész életükkel az egyházat támogatták. Részt vettek minden szertartásban, amit számukra az egyház kínált, mindenben részt vettek, kivétel nélkül. Kivétel nélkül. És akkor mostan fel vannak háborodva, vagy az egyház ilyen dolgokat csinál. Hát persze, belőled csinálja, a te lelkedet használta arra, azáltal hatalmazta fel magát arra, hogy azt csinálja, amit csinál. Érthető? Ez történt. Hát akkor neked milyen jogod van arra, hogy te kihozza a pápát? Hát támogattad, befizettél, első áldozásra, bérmálkozásra, minden szertartásra, mindenben támogattad a pápai hatalmat. Nem kellett az élő Isten szava, a pápának a hatalmát támogattad. Neked milyen jogod van kiosztani őt? Semmi. Az ég adta világon semmi. Vagy ugye a másik véglet, ugye az egészségügyben,
Az emberek kiosszák az orvosokat, jaj, az orvostudomány, és a gyógyszeripar, meg minden. És mégis végül ugye a gyógyszeripar és az orvostudomány kezére kerülnek ők. Miért? Azért, mert azt mondja Isten, hogy aki vétkezik a teremtője ellen, az orvosok kezébe kerül. Tehát az ellenséget kezébe kerülsz, akiről te azt mondtad, hogy ugye veszélyes, maga az ő tudománya veszélyes, meg a gyógyszeripar, meg az orvostudomány, meg minden, meg a vakcinázás, na az ő kezükbe fogsz kerülni. Tehát ne átkozz őket, inkább imádkozzál. Hogyha már neked nem kell Isten, akkor imádkozz az orvosokért, mert az ő kezükbe fogsz kerülni. Na ez az ítélet. Ez az ítélet az emberek fölött, mindenki fölött, minden istentelen képmutató ember fölött. Ez az ítélet. Az orvosok kezébe fogsz kerülni. A gyógyszeripar kezébe fogsz kerülni, mert akkor meg fogsz betegedni, és fogsz rettegni a haláltól, a betegségtől, akkor meg fogsz futamodni, mivel Istent nem ismerted meg, akkor el fogsz egészen a rendőrig szaladni, vagy visznek be, tesznek be a mentőbe, és azok kezére kerülsz, akiket gyűlöltél. És most ugye azok ugye hoznak ilyen különböző rendeleteket és ilyen bejelentéseket tesznek, ugye, hogy megáldják a homoszexuálisokat, akiket mostanig támogattál. Nincs semmi jogod. Nincs semmi jogod elítélni a pápát, nincsen semmi jogod elítélni az orvostudományt, a gyógyszeripart, mert a doktort nem kerested, a papot nem kerested, az igazi papot nem kerested, a Jézus Krisztust nem, az élő Isten szavát nem kerested. Nincs jogod bármit is mondani a pápáról, mert hozzá tartozol. Minden egyes ember, mert ez a világvallás, a katolikus vallás a világvallás, minden egyes ember, aki nincsen feltámadva, nem született újjá, víztől és lélektől, ahogy mondja Krisztus, az ő szava által és Istennek az ereje által mindenki a pápai hatalomhoz tartozik, még a muzulmánok is, a reformátusok is, a hídgyűlösek is a pápai hatalomhoz tartoznak. Mindenki, aki nincs újjászületve, aki nem ismerte meg a doktort, a királyok királyát, urak urát, mindenki a pápai hatalomhoz tartozik. És aki bírálja az ő főnökeit, már pedig a te főnököd a pápa, tudjál arról, hogy a te főnököd, a te felettesed a pápa, mindaddig, amíg te Istent nem is, amíg a mindenható Isten nem a te mennyei atyád, amíg őt te nem ismered, a pápa a te felettesed, és aki bírálja az ő vezetőit, az ő feletteseit, az átok alatt van, ügyelj! Érted szólok, érted kiáltok, te ne átkozza a pápát, mert aki átkozza az átkozottat, átok alá kerül. Annál is inkább, hogy fel volt kínálva számára az örök élet lehetősége. Az Istennek a megbocsátásra, de nem fogadta, nincs semmi jogod bármit is mondani a pápáról, nincs semmi jogod bármit is mondani az orvostudományról, nincsen semmi jogod bármit is mondani a gyógyszeriparról, a vakcinákról, mindaddig, amíg téged sem érdekel az igazság. Mert mindaz, amit te megítéltél mostanig a vallásokban, az orvostudományban, a hazugtudományban, az összeesküvés elméletekben, a gyógyszeriparban, amit te megítéltél, mindazok a hazugság következményei, a hazugságnak, a hazughatalomnak a kicsúcsosodásai, amit te is támogatsz, mert mindenki támogatja a hazugság hatalmát, a pápa hatalmát, aki a Krisztust nem ismerte meg. Mindenki a pápa fő támogatója. Ne ítéld el, ne ítélkezz a pápa fölött, mert végül az ítélet, amivel te ítélsz a pápa fölött, az ítélet fog visszaszállni rád. Nincsen senkinek semmilyen joga a pápa fölött ítélkezni, aki nem ismerte meg az igazságot. Aki meg az igazságot megismerte, az élő Isten szavát, az igazságosan mondhat úgymond ítéletet, kijelentheti az élő Isten szavát igazságosan. Igazságosan, ugye? Ebben a témában is. De aki nem ismerte meg, és hallotta, de nem volt kíváncsi, nem akart újjászületni, megtagadta ezt a lehetőséget, annak nincs joga, egyszerűen nincs joga emberek ítélkezni a pápa fölött. Ennyi. Úgyhogy aki ezt felfoghatta, megértette, meg kell szépen töltse le, kiáltószó.go.ro, majd töltsd le, oszd meg embertársaiddal, hát, ha még valaki meghallja, és feleszmél, ráeszmél arra, hogy még ez is propaganda, még ez a hírmondás is,
a propaganda eszköze, a megtévesztés eszköze, a hírelhárítás eszköze, mert folyamatosan eltereli az emberek figyelmét az igazságról, arról az igazságról, ami megmenthetné őket. Te ne a pápával foglalkozz, ha élni akarsz, mint te, mind a te házad nép, vagy ha élni akartok, akkor ne a pápával foglalkozz, foglalkozz a lelkeddel, térdelj le, és kérdezd meg a teremtődet, hogy mit tegyél ahhoz, hogy megmenekülj. Kérd, hogy mutassa meg a bűneidet, merj szembesülni, ismerd meg az igazságot, kapjál feloldozást, válj gyermekké, ragyog, tündökő, mint a gyermek, mint Isten gyermeke, legyél te a világ világossága. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!